Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Új Mezőgazdasági Magazin legfrissebb adását látják, hallják benne információk, újdonságok, érdekességek a mezőgazdaság házatájáról. Az Új Mezőgazdasági Magazint az interneten is megtekinthetik a www.újmezőgazdaságimagazin.hu oldalon, vagy a www.umm.hu oldalon. De keressenek bennünket a YouTube-on is az Új Mezőgazdasági Magazin csatornáján, és ne feledjék, a Facebookon is ott vagyunk. 24. alkalommal rendezték meg Hódmezővásárhelyen az alföldi állattenyésztési és mezőgazda napokat. Műsorunk első részében ezzel foglalkozunk. Itt Hódmezővásárhelyen az alföldi állattenyésztési napokon 3 napig ünnepel a mezőgazdasági szakma. Valóban ünnepel, és én nagyon boldog vagyok ilyenkor, hiszen a standok között járva, látva a büszke gazdákat, hogy mennyire boldogok és hogy örülnek annak, hogy milyen teljesítményre képesek. Hiszen egy-egy tenyészállat kiállítása mögött hosszú-hosszú évtizedek nagyon komoly munkája van. És hogy ezt el tudták érni, méltóak arra, hogy büszkék legyenek erre a teljesítményre. És azért is nagyon kiváló ez a rendezvény, hiszen itt a legkisebbtől a legnagyobbig itt van mindenki. És mód van arra, hogy olyan szakmai eszmecserék alakuljanak ki. Mód van arra, hogy megfogalmazzák a gazdák a panaszukat, a gondjukat, és megfogalmazzák azt is, ami jó, aminek örülnek. És az a legjobb dolog, hogy ezekkel az üzenetekkel tudok én is visszamenni a minisztériumba, tudom tájékoztatni az apparátust arról, hogy milyen irányok, milyen kérések fogalmazódnak meg a magyar mezőgazdaságban. És jó együtt örülni, jó együtt lenni a szakmával, hiszen jó magam is agrármérnök vagyok, igazából a ünnep az embernek. És ünnep az, hogy nézi az ember, hogy ezen emberek munkájának köszönhető az, hogy 2016-ban is milyen teljesítményt ért el a mezőgazdaság, hiszen hosszú évek óta ünnepelhettünk olyan termés eredményeket, amelyekre korábban nem volt példa. És nagyon jó eszmét cserélni arról, hogy paradigmaváltás zajlik jelen pillanatban a magyar mezőgazdaságban. Hiszen korábban az volt ránk jellemző, hogy zömmel alapanyagot, nyersanyagot állítottunk elő, ezt kiszállítottuk külföldre, majd ott földolgozták, és akkor értékesítették. Tehát a haszon, a nagy nyereség az mindig máshol csapódott le. Most jelenik meg nem sokára a Vidékfejlesztési Államtitkárság szervezésében az állattenyésztési telepek korszerűsítésének pályázati eredményei. Ez egy olyan lehetőség az állattenyésztésben, egy technológiai megújuláshoz, új telepek építéséhez vezethet, ami azt jelenti, hogy korszerűbb körülmények között versenyképesebben tudunk előállítani alapanyagot. Ugyanakkor mellette jelenik meg az élelmiszeripari pályázatok is, ami azt jelenti, hogy sokkal több feldolgozó üzem lesz Magyarországon, és a meglévők is korszerűsödni tudnak. Azaz, a nyersanyagból, az alapanyagból egyre több mennyiségben, nagyobb volumenben tudunk terméket készíteni. És hogyha ezt tudjuk folytatni, akkor a mezőgazdaság nyereségessége még jobban nő. Amiről beszélgetünk itt a gazdákkal, az az, hogy hogyan lehetne úgy irányítani a mezőgazdaság szekerét, hogy ne csak a termelésben, hanem a feldolgozásban is, a kereskedelemből származó haszonból is részesülni tudjon maga a termelő. Hiszen a 3 szegmensből, 3 szektorból összességében keletkező nyereség az volna méltó a magyar gazdák számára. Hiszen azért az egy nem tartható álláspont sokáig, hogy a magyar termelő, egy állattenyésztő akár 1 évig is finanszírozza maga állatát, eteti, belerakja a pénzét, aztán jön a kockázat, hogy önköltségár alatt vagy fölött fogják-e majd megvenni tőle. De a felvásárló már majdnem dupláért adja tovább, és nem beszélve arról, hogy az a termék, ami keletkezett, azt az áruházláncok milyen haszonkulcssal adják majd tovább. És mindebből a termelő nem részesül. Ő sokkal inkább vállalja a nagyfokú kockázatot. Ezt kellene elosztani, ezeket a terheket, hogy a kereskedő is jól járjon, a felvásárlók, feldolgozók is jól járjanak, illetve természetesen maga a termelő is jól járjon. Ezt próbáljuk összehangolni, erről folynak az eszmecserék és a szakmai egyeztetések itt jelen pillanatban a vásárban. Az alföldi állattenyésztési napokkal kapcsolatban el lehet mondani azt, hogy Farkas Sándor nélkül nem nyitják meg ezt a kiállítást. Hányadik alkalommal van itt már? Valószínű, hogy az összes kiállítási alkalommal itt voltam, nem mindig, mint meghívott, hanem volt az első időszakban, mint kiállítóként is részt vettem. Folyamatosan végigfigyelve ennek a kiállításnak a történetét, azt nem mondom, hogy magaménak érzem, de úgy érzem, hogy részese vagyok, vagy vagyunk ebben a történetben, és ez mindig jó érzéssel tölt el, és mindig úgy tervezem a programomat, hogy föltétlen ezeken a napokon, 1 vagy 2 napon keresztül itt tudjak lenni, mert ez nem csak egy kiállítás, nem csak egy vásár, nem csak egy bemutató, én ezt egy ünnepnapnak tartom,
azoknak az embereknek, akik akár kiállítanak, akár tenyésztői munkát végeznek, vagy termelői munkát, mert ez egy olyan seregszemle, ami nincs másik Magyarországon. Itt találkozhatunk egymással, kötetlenül tudunk beszélgetni, és ez mind azt jelenti, hogy egy olyan hangulata van ennek a rendezvénynek, ami páratlan Magyarországon. Nem először beszélgetünk mi se itt már. Eltelt egy év a tavalyi kiállítás óta, amikor ugye nagyon sok gond volt az állattenyésztési ágazatokban. Azért szerencsére pozitív változások történtek azóta. Én ezt nem szerencsének nevezném, bocsánat, azért részben tudatos munkának, és a kormányzatnál is sikerült elérni azt, hogy azok a agrárintézkedések, finanszírozási lépések, támogatási rendszerek azért mind a termelők és a feldolgozók oldalára állt, és az természetesen, hogy ennek a munkának nem vagyunk a végén. De elkezdődött egy olyan együttműködés, elkezdődött egy olyan együttgondolkodás, ahol mindenki tudomásul veszi, hogy a termelők nélkül, a termelői együttműködések nélkül nincs meg az az eredmény, amit az elmúlt évben akár a GDP-hez, akár a gazdaságnövekedésben, vagy a exportban a magyar mezőgazdaság nyújtott. Erre szüksége van a magyar költségvetésnek, szüksége van a magyar államháztartásnak, ezért gondolom azt, és tudom is azt, hogy sokkal kiemeltebb módon kap lehetőséget az agrárium, mint a korábbi évtizedekben. Természetesen nagyon nehéz egy magyar költségvetési forrásból biztosítani azokat a feltételeket, ami majd 2020 után ma még bizonytalanságban látjuk azt az időszakot, hogy ahhoz felkészüljünk és erős termelői oldal, tenyésztői oldal legyen 2020-ra. Ez nagyon rövid távú feladat, de ugyanakkor rendkívül hatékony is. Én azt láttam a tavalyi évhez képest azért, hogy a tavalyi évben ugye a növénytermesztésben igaz, hogy kimagasló hozamok voltak, de az árak azért elég nyomottakká váltak, ami azt a plusz jövedelmet a termelői oldalnak, amit az állattenyésztésben viszont kiesést jelentett, azt nem igen tudta pótolni. Tehát én egy kicsit visszásnak tartom a tavalyi évnek az értékelését, de az egyértelmű, hogy az a munka, ami elindult ebben az évben, akár a tenyésztői oldalon, akár a termelői oldalon, állattenyésztésben, növénytermesztésben, az azért a nehéz téli, száraz, hideg ellenére is, én még mindig azt mondom, hogy pozitív, eredményes évet tudunk zárni majd. Miniszter úr, ön minden agráreseményen elmondja, hogy elkötelezett az agrárium a mezőgazdaság iránt. Miért ez a vonzalom? Mindenekelőtt azért, mert egy olyan választókerületnek vagyok a parlamenti képviselője, amely Makó és Hódmezővásárhely városával az élen teljes egészében agrár településekből áll. Itt a lakosság döntő hányada a mezőgazdasággal foglalkozott, és szeretne ebből boldogulni. Az a kérdés, hogy a jelenlegi körülmények ezt lehetővé teszik el. Tehát olyan választói közösséget kell a parlamentben képviselnem, akiknek az az életformája, hogy vidéken élnek és a mezőgazdaságban szeretnék megtalálni a jövőjüket. Ez nem volt könnyű az elmúlt 30 évben, az a kérdés, hogy a következő 10 évben milyen lesz a helyzet. És ezért egy parlamenti képviselőnek, aki az Alföldről ül a parlamentben, mindegy, hogy milyen kormányzati tisztséget visel, mindegy, hogy ellenzéki vagy kormánypárti, a mezőgazdaság ügyeivel foglalkoznia kell. Mennyire tud ön lobbizni a mezőgazdaság érdekeiért, és hogyha most az állattenyésztést nézzük, akkor mennyire? Az az igazság, hogy a parlamenti viszonyok között van azért együttműködés pártoktól függetlenül a különböző oldalak között, és a mezőgazdasági bizottságban egy jó szakmai munka zajlik, amihez azt gondolom az Agrárkamara létrehozása és struktúrájának kialakítása nagyot segített. Jó néhány vita, kérdés, döntés áthelyeződött az Agrárkamarába, és azt tapasztalom, hogy az Agrárkamarában a különböző érdekek jól összefoghatóak. Én a jelenlegi munkám során, úgy, mint a Városországgyűlési képviselője, nyilván próbálok segíteni a helyi mezőgazdasági termelőknek. Itt Hódmezővásárhelyen a földértékesítések alkalmával 100 hektár kivételével az összes állami földet megvették Hódmezővásárhelyi gazdák, ami egy nagyon komoly eredmény, több mint 2 millió forintos hektáronkénti átlagáron. Ami a miniszteri munkámat illeti, ott pedig igyekszem Fazekas miniszter úrnak segítséget nyújtani a kormányzaton belüli lobbiban, illetve a vidékfejlesztési munkánkat pedig összehangoljuk. A vidékfejlesztés az nem önmagában agrárium kérdése, mint hogy a földkérdés sem agrárkérdés csak, hanem társadalompolitikai kérdés a mi kormányunk és a kormánypártjaink szemében. Ezért ahhoz a csoporthoz tartozom a frakción belül és a kormányzaton belül, aki agráriusnak vallja magát, és próbál a mezőgazdasági szereplőknek segíteni azért, hogy vidéken normálisan lehessen élni. Tegnap már végig járta a kiállítást, megnézte a bemutatott állatokat. Milyenek a benyomásai?
Az egy nagyon nagy kérdés, hogy a magyar mezőgazdaság mire képes. Mi agrárországnak hirdetjük magunkat és mezőgazdasági országnak, de az a kérdés, hogy a teljesítményünk a képességünkkel és a vágyainkkal arányos-e. Nem hozzuk ki a mezőgazdaságból azt, amit kihozhatnánk, ez az én benyomásom és álláspontom. Nagyon elszánt és nagyon elkötelezett tenyésztőkkel találkoztam. A piaci viszonyok az elmúlt években nem voltak kiegyenlítettek, tehát sok veszteség is érte az ágazatot. Talán most az idei és a mögöttünk hagyott esztendő az biztató az eredményeket illetően. Összességében azt gondolom, hogy a mezőgazdaságból többet kellene kihozni a következő időszakban. A mezőgazdaság alatt én nem csak a növénytermesztést, vagy az állattenyésztést, hanem az egész agráripart, élelmiszeripart, agrárbizniszt értem, amiben a következő 10 év magyar versenyképessége és magyar gazdasági eredményei szempontjából nagyobb lehetőség van. Kimerítetlen, kiaknázatlan lehetőségnek tekintem én a kormányzaton belül, vagy a gazdaságon belül az agráriumot, amire szerintem bőségesen támaszkodhatunk. Az agrártárcának nagyon nehéz dolga van, az európai szabályozás nagyon nehéz, az európai verseny nagyon nagy. A piacok megnyitása nem kedvez a magyar agráriumnak, azért ez mindenki számára kell, hogy világos legyen. És azt gondolom, hogy nagy kormányzati összefogásra van szükség ahhoz, hogy tudjunk segíteni az agráriumban. A tenyésztők részéről, vagy a termelők részéről csak pozitív folyamatokat látok. Az utóbbi időkben történt meg az MVH átszervezése. Ez az ön megítélése szerint hogyan sikerült? Szükségszerű volt az MVH átszervezése azért, mert az ügyfelek felé nyitni kellett, és a folyamatokat gyorsítani volt szükségszerű. A vidékfejlesztési programban minden pályázatot kiírtunk március 31-ig, folyamatos a forrásoknak a kifizetése, és nem azon dolgozunk, hogy minél több pénz Brüsszelnek megmaradjon, hanem azért, hogy minél több pénzt el tudjunk költeni. Itt egy szemléletváltásra van szükség. Én azt várom el az MVH-ban dolgozó több mint 1000 munkatársunktól most már a kormányhivatalokon belül, hogy ne Brüsszel érdekeit képviseljék, hanem a gazdáknak próbáljanak jó minőségű szolgáltatást és érdekvédelmet biztosítani. Egy kultúraváltás is kell szótejtenünk, ami megnyitja az MVA hivatalokat. Most például épp egy MVA ügyfélszolgálatot adtam át itt Hódmezővásárhelyen pont azért, hogy az ügyfelek be tudjanak menni. Rengeteg olyan rendezetlen birtokpolitikai kérdés van, ami megakadályozza például a földalapú támogatások időbeli megérkezését, az elszámolások vagy a pályáztatások rendjét. Rendet kell tenni ilyen szempontból adminisztratíva is az agráriumban. Az MVH-ban megvan a szakmai tudás, csak ki kell nyitni a kapukat és az ügyfelek rendelkezésére kell állni. Milyen jelentőséggel bír a Bonafarm cégcsoportnak, hogy itt vannak az alföldi állattenyésztési napokon már évek óta? Hát azt hiszem nem mondok újat, hogy mi a mi stratégiánk. A feldolgozástól kezdve próbáljuk a mezőgazdasági alapanyagtermelést a leghatékonyabban kis és közepes termelőkkel együtt megvalósítani. Ennek nagyon sok része van, növénytermesztés, állattenyésztés és a feldolgozás. Amit tudunk magunkból, azt ugye szeretjük megmutatni ezen a kiállításon, és próbáljuk a mi általunk az elmúlt években felszedett tudás vagy potenciális fejlesztéseknek az eredményét megmutatni. Alig több mint egy hete, hogy átadta a miniszterelnök Mohácson az új vágóhidat. Hogy működik, hogy sikerült elindítani az üzemi termelést? 3200 disznó körül fogunk vágni naponta, amikor ez teljes kapacitáson fog működni. Ma már 2500-at vágunk, tehát mondhatni, hogy 70%-os hatékonysággal működik. A technológiáknak a pontos részletes beállítása azért az most zajlik. Ugye április elején kezdte meg ez a működés, hogy az embereknek, a vezetőknek a betanítása, a logisztikának a finom hangolása az még most zajlik. Úgyhogy én azt várom, hogy ez még körülbelül ilyen 3-4 hónapos folyamat lesz, mire azt a hatékonyságot eléri, amire mi ezt az egészet építettük. Jelentős mennyiségben jut majd hús exportra is. Összesen 100 000 tonna húst tervezünk ott feldolgozni, ebből 70 000 tonna az objektív sertésből jövő. Hús ennek a 70 000 tonnának körülbelül a fele, 35 000 tonna megy a PIK-nek a készítményüzemeibe tovább feldolgozásra. És a maradék 35 000 tonna, ami külsős értékesítésre megy, annak a fele az körülbelül Távol-Keletre tervezik. Ugye Európában korábban is adtunk egy kisebb mennyiségben húsokat, Távol-Keletet ugye az engedélyek miatt nehezebb elindítani, a szegedi vágóhídnak megvolt az engedélye, most kaptuk meg nemrég a végleges engedélyt a új mohácsi vágóhídra. Ez alapján tudjuk megkezdeni a japán, a kínai, a vietnám és koreai exportengedélyünknek a beadását, amint ez meg lesz, működik. Ott Szegeden már ugye megvoltak ezek, és ott voltak jó értékesítési tapasztalataink, sikerült jó vevőket találni,
Egyébként pont Kínában olyan sertéshús részeket sikerült eladni, amit Magyarországon, meg az Európai Unióban sokkal alacsonyabb áron tudunk eladni. Úgyhogy az értékesítési csapatunk az megvan, felállt, jó tapasztalatokkal rendelkezik, minden reményünk megvan, hogy ez tökéletesen fog működni. Így a kiállítás vége felé el lehet már mondani azt, hogy ismét jól sikerült ez a kiállítás. Abban is mérhetjük a sikert, hogy a kiállítók és a látogatók visszajelzése már elért minket egy részben, és abban azt fogalmazták meg, hogy tetszik nekik az új helyszín, amit kialakítottunk a G-szektorban. Nagyon jónak tartják, hogy a gépkiállítási rész az oda került, és mégis szervesen kapcsolódik az egész kiállításhoz. Különböző programokat szerveztünk, ami eddig nem volt, és ezek is látványosak voltak, és a laikus közönség is tudta ezeket nézni. Ha pedig a szakmai részt nézzük, azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy ma Magyarország legszínvonalasabb, legszakmaibb, leglátogatottabb, legnépszerűbb kiállítása a vásárhelyi. Igyekszünk is megőrizni ezt az értéket, igyekszünk megőrizni, hogy a mottóban is, amit mondunk, hogy a hagyományainkat, és igyekszünk minden évben megújulni, és ebben a megújulásban nem csak a területi megújulás van, hanem szakmailag is mindig egy friss és újabb dolgot hozni. Nekem úgy tűnt, hogy jobb hangulatban vannak az állattenyésztők, mint egy évvel ezelőtt. Igen, hát általában le lehet mérni a kedven, a kiállításra való eljövetel kedvében, hogy milyen helyzetben vannak az állattenyésztők. Ha csak kiragadom a nagyobb állatfajokat, mint például a hízósertés, jó ára van a hízósertésnek, és így nagyobb kedve jönnek a sertéstenyésztők. A jó ágazat problémáinak egy része oldódik, és hogyha jó a húsvéti bárány felvásárlási ár, illetve azok a bevételeik, amikre kalkulálnak és számítanak, azok megérkeznek, akkor a juhosok is nagyobb kedve vesznek részt a kiállításon. És hát a tej hosszú idő óta elviselhető árszinten van, ami talán már egy pici jövedelmet is biztosít. Ez is mutatja azt, hogy minden idők egyik legnagyobb és legszínvonalasabb. A szakmai kollégák megfogalmazása szerint a legerősebb állatfaj hozatal volt, amit a svájci bíró egyébként meg is erősített. Nagyon-nagyon komoly tenyésztői munka van, és lehetett látni az állatokon is, hogy nagyon-nagyon magas a színvonal. Kedves nézőink, most látott összeállításainkat ismét megtekinthetik honlapunkon, vagy a YouTube-on keressék az Új Mezőgazdasági Magazin csatornáját. Az Egyek-Budai borvidéken járunk a Velencei tó környékén. A tulajdonos gazdálkodó neve ismerős lehet az irodalom a kultúra kedvelőinek, hiszen egy József Attila díjas íróról, költőről van szó. Országgyűlési képviselőként és korábban államtitkárként, a politikai hírek szereplőjeként találkozhattunk vele. Vállalkozóként és egy borászat tulajdonosaként pedig a szőlészborász szakma és a borkedvelők számára ismerős személyiség. Elsimon László családja több nemzedék óta gazdálkodik, szülei már agrármérnök végzettséget szereztek, két nagyapja még az ügyvédi, illetve a bányász robbantómesteri foglalkozások mellett termelt szőlőt és készített bort. Egy ilyen családban, ahol az ember ezekkel a hagyományokkal kell, hogy együtt éljen, szerintem egyértelmű lesz, hogy lesz köze az embernek a mezőgazdasághoz. Az, hogy az életvitelszerűen is, a megélhetésében is szerepet kap, az nem feltétlenül egyértelmű. Én sem készültem agrárius embernek, sőt, azok után, hogy egész gyerekkorunkban a háztáiban kellett mondjuk dolgozni, hogy zöldségesünk volt, szőlőnk volt, hogy csirkével foglalkoztak a szüleim, tehát gyakorlatilag a mezőgazdaság valamennyi vertikumába belekóstolhattunk gyerekkorunkban az állattartástól a növénytermesztésen át a kertészetig. Én úgy gondoltam, hogy ezt én biztosan nem fogom csinálni, tehát én mást akarok csinálni, mint amit a szüleim. De aztán az élet úgy hozta, hogy a bölcsészkar elvégzése után csak elmentem szőlészborászmérnök szakra, úgyhogy az érdeklődés az valójában aztán hivatásnak a megismerésével is együtt járt, illetve az érdeklődésből több lett. Meg kellett ismerni, meg kell tanulni a szakmának az elméleti dolgait is, mert mondjuk metszeni nem ott tanultam meg, azt az édesapám mellett tanultam meg, az egyértelmű volt, az életünknek a része volt, hogy tudjunk metszeni, és hogy mondjuk tudjunk a szőlővel bánni. De az élet nagyon sok fordulatot hoz az ember életében. Az én életemben is ilyen volt, amikor az édesapám meghalt, és tényleg ránk zuhant a sok-sok munka, sok-sok teher, és ezt nem lehetett hagyni, tovább kellett csinálni. És ilyenkor az ember azt a tudását, amit részben gyerekként megszerzett, részben pedig
a mérőszakon tovább bővített, azt hát a mindennapokban is alkalmazom. Én a politikai munka mellett sem hagytam el egy pillanatra a gazdaságot. Ugyan óriási nagy szövetségesen van a feleségem személyében, aki a cégeinket vezeti, és aki tulajdonképpen az agráriumra épülő idegenforgalmi tevékenységet szervez és irányítja. Tehát mondjuk, hogy az, hogy jól néz ki valamennyire a mi kis birtokunk, jól néz ki az a kis, én úgy szoktam fogalmazni, ilyen olaszos agroturizmú jellegű panziónk, az a feleségemnek a műve, de a termelés irányításában én kiveszem a részemet. Ugye annyi mindent beszélnek az önök gazdaságáról az országban, de végül is mekkora gazdaságról van szó, mivel foglalkoznak konkrétan? Kifejezetten klasszikus családi gazdaság, ami azt jelenti, hogy a családtagokon túl, akik részesei a mindennapi működésnek, beleértve a feleségemet, édesanyámat, a nagylányunkat, és hát remélhetőleg majd a többi lányomat is, hiszen 4 lányt nevelünk, ami azt gondolom, hogy nagyon szép dolog, és nagy lehetőséget is jelent abból a szempontból, hogy valaki majd tovább vigye ezt a gazdaságot. Szóval ezen túl további 16 embernek, 16 családnak ad megélhetést, hiszen ennyien dolgoznak nálunk a cégnél, illetve a cégeinknél, mert külön cég végzi a gyümölcstermesztési tevékenységet, külön cég végzi a gyümölcstermesztésre épülő földolgozást, tehát a borászati tevékenységet, és egy harmadik cégünk pedig az egésznek a turisztikai részét viszi, és az a három cég szerves egységben gazdálkodik, illetve hát ezt egészíti ki még a valóságos családi gazdaság. A gazdaságban a fő tevékenység a szőlőtermesztés. Ha az idénre tervezett telepítések megtörténnek, akkor saját tulajdonú területen mintegy 40 hektáron termelnek szőlőt. Ehhez jön egy 10 hektáros bérelt ültetvény a Móri borvidéken. A szőlőültetvény gyümölcsösök veszik körül. Kajszi barack, alma, megy, szilva, hozzávetőlegesen ugyanakkor a területen. Elsősorban fehérbor készítésére alkalmas szőlőket termelnek, rajnai rizlinget, zenitet, zengőt, cserszegi fűszerest, írsait és sárdonnét. Próbálunk valamilyen módon egyensúlyt találni egyébként a szőlőültetvényünkben a klasszikus és egyébként hála Istennek újra fölfedezett és fölkapott magyar fajták, illetve azon világfajták között, amelyek ezen a tájegységen jól érzik magukat, ilyen például a sárdoni. Van vörösbor is, hiszen egy olyan hordó előtt állunk, amiben az van, Cabernet Sauvignon. Valóban, mert azért muszáj a tájegységhez igazodva itteni jellemző fajtákat kiegészítve kékszőlőket is termeszteni, és a fölmaradó területen idén is 12 hektár telepítünk kékszőlőt, aminek egy jó részét egyébként, 6 hektár kékfrankost, az kifejezetten a rozé miatt telepítjük. Nagyon jól sikerült a rozénk az utóbbi 3 évben, szépen szerepeltünk a borversenyeken is a Rozsdás Csuk Fantázia nevű kékfrankos rozénkkal, és ez a piac igényeknek megfelelően bővítésre szorul. Elég sokfajta szőlőnk van, és nem gondoljuk, hogy mindegyiket önállóan kell palacba hozni, mert nagyon nehéz azért a piacot megteremteni, főleg egy ilyen föltörekvő gazdaságnak, amelyik ugyan évről évre szebb borokat készít. De mégis meg kell küzdenie két nagyon komoly nehézséggel. Az egyik nehézség az, hogy a Velencei-tó környéke, ugyan az Etyek-Budai borvidék része, de nincsen annyira benne a köztudatban, mint a rangos szőlőt termesztő vidék. A másik nehézség pedig az, hogy sokan előítéletesek a borunkkal kapcsolatban az én személyem miatt, mert azt gondolják, hogy egy politika világában kardozó, vitézkedő személy, az legalábbis biztos nem készíthet jó bort, vagy aki nem szereti azt a politikai oldalt, vagy azt a politikai tevékenységet, amit én végzek, az eleve elutasítja a borunkat. Ez egy nehézség, ez egy piaci hátrány. Annak idején a kereskedők javasolták is, hogy mi a saját nevünkön hozzuk forgalomba a bort, én pedig azt mondtam, hogy ez egyfajta alkotás, mi büszkék vagyunk arra, hogy ezt a munkát végezzük. Én nem szégyellek adott esetben késő este, amikor hazajövök Budapestről beállni dolgozni. Annak idején, amikor nem volt elég munkásunk, államtitkárként is be kellett állnom éjszaka megyet pakolni a kamionra, vagy segíteni itt a fiúknak a megypakolásba. Tehát itt nincs kérdés, itt muszáj dolgozni, és én erre büszke vagyok, hogy mi ezt csináljuk, büszke vagyok arra, hogy a családunk ezt csinálja. Mennyire fog megmaradni itt a mezőgazdasági területen majd ön? Az biztos, hogy a mezőgazdaság egész életemben meghatározó lesz.
Ráadásul olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek időigényesek. Tehát amikor az ember szőlőt ültet, azt a jövőnek ülteti. Tehát nem egy olyan üzleti tevékenység, amit az ember elkezd és rögtön annak a hasznát élvezni is tudja. Évekig csak gondozzuk a szőlőt, mire az első szület meg lesz, és az első szület az csak egy próbaszület, aztán jön a következő év, és mire igazán jól beáll egy szőlőültetvény, az egy évtized. Én mindig azt szoktam mondani, hogy aki diófát ültet, vagy szőlőt ültet, az a jövőnek dolgozik, és az biztos, hogy ebben az országban akar maradni, és az biztos, hogy a vidéken akar boldogulni. A Magyar Fajta Tiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete nagymúltú szakmai tapasztalattal, megbízható és kiváló élettani tulajdonságokkal rendelkező fajtát kínál a szíves megrendelők részére, a Durok sertést. A robosztus, nagyrámájú és testkapacitású durok jól alkalmazkodik a különféle tartás technológiához, hiszen kiváló a stressz és technológia tűrő képessége. Nyugodt vérmérsékletű, mégis igen lendületes fajta. Hosszú élettartama, kimagasló életteljesítménnyel párosul. Nagyüzemi és kisüzemi körülmények között is életerős, egyöntetű utódok születnek utána. Nagy növekedési erejű, a hízlalás alatt megbízhatóan tudja az 1000 gram feletti tömeggyarapodást, és ezt a tulajdonságát a nagyobb vágási súly eléréséig is folyamatosan megtartja. Kiemelkedő vágott test minősítésű, amely köszönhető terjedelmes karajának, széles és mélyre terjedő sonkájának. Összességében az értékes húsrészek aránya igen magas. Vásároljon Durok tenyészkant az FSE-től, hiszen kiemelkedő minőséget biztosítanak, kiterjedt kutatások és sokoldalú mérések eredményeire alapozva. További információért, ajánlatért keresse a www.mfse.eu weboldalt, vagy érdeklődjön személyesen a 0682 512 203-as telefonszámon. Durok. Vérében a minőség. Már elérhető a Hardy legújabb szórókeret koncepciója. Nagy munkaszélesség és kezelési sebesség, ultrakönnyű kivitel, pneumatikusan váltható ikerfúvókarendszer, új hidraulikus lengéscsillapító, 5 fokozatban állítható ingamerevség, akár félig csukott állapotban is permetez. Szórókeret minden igényre a Harditól. Borítsa virágba otthonát a Kovács Kertészet segítségével. Válogasson az egynyári és évelő növények közül. Kínálatukban petúnia, muskátli, begónia, pistike, vinka és sok más színpompás virág található. Várja Önöket a Kecskemét Hetényegyházi Kovács Kertészet. A Bolyhos Pálinka bemutatja. Ismét Ágyas Pálinka Fesztivál az újszilvási vásártéren, pünköst hétvégéjén június 3-án és 4-én. Hungarikumok kiállítása is vására, könnyű zenei koncertek neves előadókkal, Vidám Park kirakodó vásár. Idén külön gondolnak a kisgyerekes családokra. Keresse a részletes programot a Facebookon. Ha ön népszerűsítené vállalkozását, vagy hirdetni szeretne az Új Mezőgazdasági Magazinban, vagy honlapunkon, akkor jelezze azt a www.újmezőgazdaságimagazin.hu oldalon. Ma itt ezen a napon szó volt a GMO-mentes takarmányok fontosságáról a tejágazatban. Mennyire lehet ezt megvalósítani a magyar tejágazatban? A magyar tejágazatban a lehető legjobban lehet megvalósítani a GMO-mentes tej előállítását, hiszen a tej előállításához kell a legkevesebb fehérje forrás, és ennek a pótlását meg lehet tenni igen olcsó, vagy viszonylag olcsó áron, úgy, hogy a tej ára, a GMO-mentes tej ára ne emelkedjen, ne legyen lényegesen több, sőt, mi több, azonos legyen a jelölés során kialakított GMO-mentes dobozos tej a polcon, ha nem jelölt el. És akkor láthatjuk majd, hogy a fogyasztó, aki felelősséggel és gondoskodással van a gyermekei vagy önmaga egészsége iránt, akkor melyiket veszi le a polcról. Tehát nem szabad, hogy amikor előállítjuk a GMO-mentes tejet, és ezt hazánkban nagyon sok helyen már ma is előállítják, nem csak a Mezőfalvai ZRT-ben, ahol 4 éve állítanak elő GMO-mentes tejet, hanem számos családi gazdaságban, kisgazdaságban is, ahol nem használnak GMO szóját,
ott gyakorlatilag mind GMO-mentes tej előállítására kerül sor. Mindenképpen fontosnak tartja a GMO-mentes Magyarországért Egyesület, hogy ezeket összefogja, ezeket egy csoportba gyűjtve olyan mennyiségű tej kerüljön előállításra, amelynek a feldolgozása megéri, és nem lesz több a polcokon, mint a másik GMO-s szójával előállított tej. Az, hogy a fogyasztóknak megéri, hogy egészségesebb terméket isznak, azt értjük, de a termelőnek megéri, önöknek megéri ezzel foglalkozni? Meggyőződésem, hogy megéri, még akkor is, hogyha az elején a többletköltségek nem kerülnek teljes mértékben kompenzálásra, hiszen ezáltal a fogyasztó a magyar GMO-mentes tejet fogja levenni a polcról. Ezzel mindazokat a gazdaságokat és termelőket és dolgozókat támogatja, akik azért meglehetősen sok verejtéket tesznek azért, hogy az a tej ott a polcra kerüljön. Én csak összevetést szoktam tenni. Ha megnézzük, hogy mennyibe kerül bizonyos üdítő italoknak az ára, ami már fogyasztásban a tejét is meghaladja, holott azt mondjuk, hogy a tej alapvető élelmiszer, akkor azoknak az ára és az egek beszállása, megnézhetjük az elmúlt 5 év áremelkedéseit, arra nem árérzékeny a fogyasztó. Tehát igenis vissza kell szoktatni a fiatalságot arra a minőségi italra, amit tejnek neveznek. És ha ezzel tudjuk visszaszoktatni, hogy nyomon követhető Magyarországon termelt tejet vegyen, GMO-mentes feliratú dobozba rakva azt és ott keresve, akkor már egy óriási előnyt tettünk, és óriási lépést tettünk annak, hogy a magyar gazdának legyen eladható áruja és keresett áruja. Hiszen legtöbbször most is az elmúlt évek tejválságát figyelembe véve azt tapasztalhattuk, hogy nem kell a tej. Nem lehet megtermelni azon az áron a tejet. Közben pedig elárasztották a piacainkat olyan tejek, aminek a minősége is kérdőjeles, nyilvánvaló, abszolút nem valószínű, hogy GMO-mentes takarmányokkal táplált marhától van ez a szekrétum, és egyértelmű, hogy nem magyar dolgozó volt a háttérbe, aki ezt előállította. Kedves nézőink, mai új mezőgazdasági magazinunkba ennyi fért. Ha valakinek észrevétele vagy véleménye van a műsorral kapcsolatban, az írjon a képernyőn látható e-mail címre. Az új mezőgazdasági magazint az interneten is megtekinthetik a www.újmezőgazdaságimagazin.hu oldalon, vagy a www.umm.hu oldalon. De keressenek bennünket a YouTube-on is az Új Mezőgazdasági Magazin csatornáján, és ne feledjék, a Facebookon is ott vagyunk. Műsorunkat a jövő héten szombaton reggel 6 óra 25 perckor megismételjük. Új műsorral vasárnap reggel ugyancsak 6 óra 25 perckor jelentkezem. Ha tehetik, akkor is tartsanak velem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!